Szüreti forgatagba invitálta az érdeklődőket Döbrököz önkormányzata. A hagyományos felvonulás ugyan elmaradt, de a népviselet és azok a szerepkörök, amelyet egy szüreti menet megkívánna, betöltésre kerültek idén is. Lovasfogatok hiányában a szüreti felvonulásokat nem tudjuk már megtartani, de a hagyományt nem szeretnénk elfelejteni, és a kisbíró, a bíró úrunk és a bíróné ugyanígy jelen van. A bíró bíróné minden évben a hagyományoknak megfelelően egy jegyes pár szokott lenni, akik ugye ősszel bíró bíróként a szüreti felvonuláson részt vesznek, és a következő tavasszal pedig házasságot kötnek. A tavalyi bíró bírónénk éppen ma egy hete tartotta az esküvőjét, úgyhogy ez egy szép hagyomány, úgy látszik nálunk. Önként jönnek és jelentkeznek, hogy szeretnének az idén ők lenni, és az idén is így történt. Délelőtt folyamán lehetőséget biztosítottunk baráti társaságok részére, főzésre, versenyzés nélkül a csapatépítő szellem erősítése érdekében 14 csapat jelentkezett, és ők itt töltik vidáman a délelőttöt. Én úgy gondolom, hogy ez a csapatépítő szellem mozgatta most meg az embereket, és azért, hogy igazából nem a verseny miatt jöttek el az emberek, hanem hogy együtt legyenek, és egymás mellett a csapatok is szinte egymást szórakoztatják, nevetgélnek, mulatnak egész reggel óta. A baráti társaságok közösen gondoskodtak róla, hogy elkészüljenek a finom falatok, miközben felidézték a régi szüreti felvonulások emlékét is. Még emlékszem, hogy ilyen 15-16 kocsi is elindult, de lehet, hogy csak már nagy túlzás már az én gondolatiságomban. Nagyon sok kocsi elindult a szüreti felvonulásra, és ezeket nagyon sokszor zenéltünk. Itt nagyon sokáig működött asszonykórus, férfikórus, országos hírű férfikórus volt itt Döbrökezen. És volt fúvós zenekarunk is, ami mindig fölült egy ilyen kocsira, és akkor játszottunk, zenéltünk. És akkor utána voltak egy-egy ilyen letett helyek, ahol nem tudom, például itt a templom előtt leültünk, és akkor játszottunk. Eljátszottunk 2-3 számot közben, a néptáncosok táncoltak egy pár számra, pár kört, és akkor meg lehetett nézni ezeket. És akkor mindig volt ilyen 5-6 megállója ezenek a szüreti felvonulásoknak. Amíg a felnőttek a bográcsok körül szorgoskodtak, addig az IKST udvarán számos szórakozási lehetőség várt a legkisebbekre. Kisállatsimogatóval és népi játszóparkkal kedveskedtek a számukra. A színpadi programok pedig a kisbíró köszöntőjével vették kezdetüket. A kisbíró mostan a híreket dobolja, hogyan és mi történt, versben szedve mondja. Köszöntöm a falu apraját és nagyját, kik a borhoz az édes nektárt adják. Köszöntöm az összes részeg elmét, kik becsületüket elitták nemrég. Ünnepeljük együtt a régi hagyományt, legyen példa mindenkinek, ki ma minket lát. Legyen hát együtt a díszes sereglet, kik a mai napon ide sereglettek. No de ne búsuljunk, ez a vigasság ideje, csinyos menecskék köztünk vannak a helye. Forgassuk meg őket a szüreti mulatságban, azután meg szépen bébújunk az ágyba. Hogyha aztán jövőre sok gyermek születik, a mostani vigasságot majd megemlegetik. Örömmel közüljük a szomjas táborral, hogy nincsen semmi baj az idei borral. A bor nem vízből van, szőlő annak anyja, ízlelheti mindenki, ki torkán csúsztassa. A helyi óvodások sem hagyták ki a szüreti forgatagot, jó hangulatú műsorral készültek a rendezvényre. Sokat gyakoroltunk. Sokat daloltunk, és énekeltünk, és táncoltunk az óvónénikkel. Az óvodában már hosszú hetek óta tanultak a település legkisebbjei az őszről, és az évszak egyik legfontosabb mezőgazdasági tevékenységéről, a szüretről. Az óvodában az évszakok szerint indulunk, ugye ősszel indul az év szeptemberrel, és ugye mi kapásból elindítjuk a gyerekeknél az őszi hagyományokkal, a szürettel, és ezt próbáljuk a mindennapokba beépíteni, akár egy foglalkozás keretében, akár egy népi hagyomány dalos játékokkal és táncmozgással is. A Döbröközi Tájház udvara megtelt a szüreti forgatag résztvevőivel, a helybeliekkel és érdeklődőkkel, akik éjszakába nyúlóan mulattak az őszi díszbe öltözött udvaron.